Tehát mi a Kabbala Tanna című könyvből tanulunk, a bevezetés a Kabbala bölcseletébe, cikket, mondják az oldalszámot, kérdéseket föltenni a Kabbala TV-n keresztül, a kiválasztott kérdések, amelyek a tananyaggal kapcsolatosak, feltehetők ugyanezen az oldalon. Tehát akkor 71-es pont. Ez a lényeg a katnút, a kicsinség állapotának és a gadlót állapotának, amely a kezdetektől kezdve a Nekudin pár fölépítik, és az Aviut resimónak megfelelően, ami a szűrőben 10 fírát emel a Nekudin katnút állapotában, és a Zonde Ak resimójának értelmében pedig, amely a tabur alatt van, összekeverednek a resimók a szűrőn belül, és 10 fírát emelnek a Nekudin gadlót állapotában. Rav, ez világos, vagy nem igazán? Akkor miért vagytok ennyire csöndben, Nív? Mert ennyire csöndben vagytok, nem értitek. Név? Igen, van valamit nem értek, mondja Nív. Valamit nem értesz. Miért nem érted? Kétfajta resimó van. Az első resimó, mert beszéltünk az előző leckém. Ugye Oren kérdésére adta ezt a választ az előző leckén. Na Oren, akkor mit mondtam én neked az előző leckém? Az előző 70-es pontban. Mi a Nekudot de Szággal kapcsolatosan beszéltünk, ahol a Bet-Bet resimó megjelenik, és ez alapján kitölti a Nehidegágál. Tehát és a kérdésem az volt, hogy milyen vágya van a Nehidegágáltának, amiben a Hasadin fénye bet-bet állapotában kitöltést ad. Ezt nem értem, még egyszer fussunk el neki. Tehát a Nekudot de Szág, ugye ez a bet-bet állapota van, tehát a bet-bet resimó, ugye először Gimel-bet resimó van, és ugye ez a Nehidegágáltához kell jutnod, a fény kitölti a vágyat. Milyen fajta vágya van Nehidegágáltának, hogy a Hasadin fénye a bet-bet állapotában kitöltést adjon neki? Természetesen a Nehidegágálta az egy vágy a kitöltés a teremtő feltárulására, ami a hokma fénye. A Hasadin fénye azt tudja a megszerzési vágyat korrigálni, ő nem akar önmagának semmit. Ez a korrekciónak a fénye, és nem a célja a teremtésnek. Tehát látszólag vágyak vannak a tabur alatt, mintha azok nem tudnának adakozást elfogadni a bínától. Hát miért kéne a malkutnak a bína? Tehát a gágátája a nehinek, nem a nehie, tehát a tabur alatti részek, ugye mutatjára valul a tabur alatt, a nekudott szágtól kapnak benyomásokat. Mit tud neki adni? Mit tesz vele? Megragadja a malkutot, ami a Nehidegágálta, odaírja a vépen. Tehát ez a Nehidegágálta, tehát a gágáltának a tabur alatti része, az maga a malkut. Nagy vaskos vágyak. És kitölti Aszadén fénnyel. Miért? Tehát fogja a malkutot magát, és kitölti. Tudjátok, hogy ez hogy történik. De én most elmondom nektek. A Nekudot de Szág, miután megtisztul, és a Taburtól a Pehig van a megtisztulása, felfedezi, hogy van egy képessége kitölteni a Nehidegágátának ezt a részét, vagyis a Malhutot. Megérti, hogy ki tudja tölteni. És ilyen módon fogja ezt a máhutot, és Zivug de Hakára lép együtt. Tehát nem csak a szág, hanem gyakorlatilag az Enszoffal lép Zivugra a Nekudot de Szág. És ez egy olyan fajta man, ami a valóságban az első alkalommal történik itt. Ilyenfajta ima emelése nem történt meg előtte. A
Ez a man emelésének egyfajta előzetese. Ez egy ilyen primordiál, ősi man emelés. És aztán lejön ide a fény, itt egy zivug történik. Ezeket a zivókat pontoknak fogjuk nevezni, és ez fényt ad a Nehideh Gágátába. Nem csak, hogy a fény megjön, hanem mindenféle számítások történnek a zivug de haka mantemel, hogy add ezt nekem, add azt nekem, add nekem fényt, hogy odaadjam, ezek a Nehideh Gágátának oda tudjam adni ezeket a fényeket. Világos? Ez történik itt. Tehát nagyon pontos számítása van itt mindennek. Nem csak, hogy a haszadén fénye leereszkedik ide alulra, hanem a szág megfogja a hiányát a Nehideh Gágátának, és nem tudja kitölteni. Hiszen ő hokmát akar. Hogy tölteti ki a haszadén fényével akkor azt, ami hokmát vár? Azonban tudni kell, hogy a haszadén és a hokma között nincsen különbség, ha az összetapadást nézzük. Mert mit jelent a haszadén fénye? Én eltűnök benned, kicsi vagyok, beletapadok a felső szintbe, rajta csüngök, ez a dvekutnak az ereje, az összetapadásnak az ereje, ezért mondjuk azt, hogy a Nehideh Gágáta készen áll erre, mivel felismeri a Nehideh Gágáta valamilyen mértékben a házigazdát. És a teremtő nyilván úgy kezdi el kezelni a Nehideh Gágátát, de csecsemőt. Itt egy extra összetapadás jön. Nem arról van szó, hogy a megszerzési vágy a Nehideh Gágáta mit tesz, hanem arról beszélünk, hogy kell egy megszerzési vágy, amire szűrőt kell rakni, és megjelenik a visszavert fény, és akkor a megszerzési vágy nem akar magának semmit, és olyan mértékben tudja megmutatni magát a teremtőnek, amilyen mértékben visszautasítja a kielégülést. És akkor a teremtő hozzáad valamit ehhez, és kitölti őt, amennyire csak lehet, a haszadin fényével, a kegyelem fényével. De ez egy olyan hozzáadás, ami előtte nem volt. És ezért mondjuk azt, hogy ez a hozzáadás el van fogadva, aztán még más is föltárul, majd föltárul ebben az egész kapcsolatban a Behinat Dalet, az igazi teremtmény, és az a tény, hogy én akarok adakozni egyre többet, olyan akarok, mint a teremtő, és abban a pillanatban, amikor én adakozni akarok, akkor önmagamon belül felfedezem a megszerzési vágynak a legnagyobb mélységét. És ezért visszatérünk a Behinat Daletbe, és megkapjuk a Behinat Dalet állapotát a Nehideh Gágáta. És akkor jön a megszorítás, a szág meg lesz szorítva, ugye? Itt megjelenik egy új határvonal, ezt párszának fogjuk hívni, patkónak. Na, folytasd csak! Oké, de ha jól értem, amit mond, hogy a Nehideh Gágáta vágyai, amelyek a haszadimmal lesznek kitöltve nekodott de szágtól, és ez az összepadásnak az erejét adják. Természetesen mi mást adna? Hát mi történne a megszorítás után, ha nem ez? Tehát mit akar ez az erő megszorítás után? Az, hogy összetapadás menjen a teremtővel. Semmi más nem akar. Sem megkapni nem akar, adni meg nem tud. Oké, na akkor a cincum bet után mi történik? Hát nyilván itt egy új szentséget kell kapnia, ő megkapja a binának a minőségét. Oké, na akkor új minőséget akar kérni a Nehideh Gágáta? Ezáltal? Nem, ő mindig a korrekció végét kéri, mert látja, hogy valamit kap a bínától, ami eddig nem volt, a szág ugyanis kínál neki valamit, az adakozásnak az erejét. De ő kéri az adakozásnak, tehát az adakozás kérését is megkapja. Tehát amikor Bet-Bet fény jön, akkor, vagy Resimo, és ezen történik zivug, akkor mit akar a Nehideh Gágáta? A korrekció vége felé fordul ezáltal. Mert enélkül
A szág nélkül képtelen ezt a cselekedetet egyedül végrehajtani. Ez egy nagyon fontos érzés, nem is tudom, hogy mondjam, elmondja Rav. A negyedleg ágáltam ezen belül, nyilván a pederosnál, a pederos de szágnál van egy szűrő, és itt valami kölcsönös dolog történik, és ez pedig az, hogy a szág és a neidegágáltának a resimói összekeverednek. Mit akar a bína, és mit akar a malkut? A malkut, ha meg van szorítva, akkor a malkut csak adakozást elérni, és közel akar kerülni a bínához. A bína pedig azt akarja, hogy megszülessen a malkut. A malkut az a bínának a kiár, az utódja, és ezért nyilvánvalóan a binára kell, hogy vágyjon az eredetére. A malkut az a bina fejlődésének az eredménye. És nyilvánvalóan, amikor a létezésbe kerülnek a semmiből részek, akkor jön létre a megszerzési vágy. Tehát minden a létezés, ami a hiányból születik, az minden a fényből, az az adakozás erejéből születik meg. Magától nem tud megszületni. Mi keveredik össze mivel? Nyilván a kicsi megszerzési vágyon elkezd a fény dolgozni, és ez hatalmassá válik, óriási erejűvé. Tehát egy piciny mag, egy piciny pont, az kitágul az erő hatására, felfújódik, és ezért mondjuk azt, ezt a bína hozza létre, és a bína hatása a malkuton ez. Ha én értem a viszonyt a fény és az edény között, a fény az ki... Tehát gyakorlatilag a vágy az, ami használja a fényt, felhasználja, sőt, még ennél is többről van szó. A fény az edényben tárul föl, máshol nincs is fény. A formaegyezésnek megfelelően, ahogy az írva van, az edényen belül tárul föl. Ott van benne, csak föltárul, hogy ott van benne. Akkor mi az, ami felébred a nehideg gálgáltában, amit a bet-bet resimo hatására történő zivugban megjelenő fényben megjelenik? Mi az, ami lenyűgözi őt? Ő nem a fényt akarja bevonzani, hanem a kollekciót. Ő állandóan korrigált akar, a bínához akar hasonlítani. Mivel a Malkut nem bína, ő ugyanazon a szentség szintjén akar lenni, mint a bína. Amikor a bína dolgozik a Malkuton, akkor a Hasadim kitöltő fénye megjelenik benne, és akkor a Malkut ennek a hatására azt érzi, hogy olyan, mint a bína. És akkor akarja ezt a Hasadimot, azonban felébred benne a megszerzési vágy, a negyedik állapot, a Behina Daret, és akkor nem tud olyan lenni a bína, ezt is megérzi, mert benne van a Behina Daret, nem tud bína lenni. Oké, de a nehidegágálta, az a nekodő, de szág előtt létezik már. Igen, magyarabb. Tehát a nehidegágálta az megszorul, megszorítja magát, akkor hol van az ivugra való, az összetapadásra való vágya? Nem, ő megszorítja magát annak érdekében, mondja Rav, hogy a teremtőhöz el tudjon összetapadni. A Tamim de Gálta azt szorítja meg magát. Oké, de a Hokma előtt szorítja meg magát, nem a Hasadim előtt. Oké, de az a megszorítás, ami a Nehi de Gálgátában történik, az a Hasadimra is vonatkozik. Oké, tehát a Gálgátán belül ugye van ez. Oké, de ezt megelőzően, és akkor, amikor a Nekodot de Gálgálta, tehát a megtisztuló Gálgálta megjelenik, tehát miután a Primi és a Makif között, a belső és a külső fény között elkezd a belső harc, és akkor a szűrő fölemelkedik a Taburtól a szájig, akkor a Nehideg Gálgáltát elhagyja a fény. És akkor abban a pillanatban, amikor kiürül, akkor egy sokkal rosszabb kondícióba kerül, mint előtte, amikor érezte Hasadim fényét. Ezért amikor egy új hozzáadást kap a bínától, az nem csak, hogy a bínától kapja. A bína nyilván a nehidegágáltát arra kötelező, hogy egy zivug történjen az ő rosában,
ezekben az edényekben, és akkor ezek az edények kiáradnak, a tabur alá mennek, azaz a gálgálta, az olyanná válik, mint a bína a tabur alatt. Tehát és ugyanakkor mondja rá, a negyedik behina felébred benne szintén, tehát igazi teremtményé válik. És akkor annak érdekében, hogy önmagát dvekútban összetapadástan tartsa, megtörténik a második megszorítás, amit nem magán alkalmaz, hanem a bínán jön létre. Oké, de akkor a nehigálgatva összekapcsolódik a szág, és egyfajta zivuk történik, és akkor lerad a fény. Igen. De milyen fajta hiány történik? Ez egy ne hiánynak nevezzük tendenciának. Az összetapadásra történő irányultságnak. Oké, de akkor a nehigálgatva mi történik? Nekünk figyelembe kell vennünk a resimót. Ugye a resimók azok inkább csak azt hívjuk resimónak, ami csak egy irányultságot ad. Az még nem feltétlen hozza létre. Oké, de ez minden pillanatban történik, a megszorítástán van egy ilyen irányultság, de nem mindegy, milyen intenzitással magyarul. Az összes parcuf, amit itt látunk, Alef, Bet, Gimel, Dalet, ezek a mi irányultságunk az összetapadásra vonatkozólag. És ez pedig hatalmas vágyak lehetnek a Bene Daleten belül, ugyanakkor viszont az irányultság, hogy adakozzon, az rendkívül kicsi. Tehát nincsen különbség az összes szint között, a vágy az mindig ugyanaz a vágy, csak amiről beszélünk, az az adakozásnak az ereje. A bet-bet, a nekodet de szágban, az a kettes-kettes resimó, ez kitölti az egész gálgál, tehát nem csak a nehit. Ezért mondja Rav, tehát a gálgál az első párcuf, ezért mondjuk azt, mondja Rav, hogy a szág elkezdi figyelembe venni a nehideg ágátának a minőségeit, és fölemel egy kérést először az áphoz, aztán pedig az a gágátához, az pedig az enyszófhoz. Egy kérést, ez így működik. Mire az összes zivug, az mind a Malchut de Enyszóftól érkezik, az összes zivug. Mivel minden a Malchut de Enyszófban történik, oké, de akkor de miért csak a nehiba akar zivugot? Miért nem az egész gálgáltat akarja kitölteni? A tabur fölé miért nem akar fénynyomni? Az egész gálgáltáról van itt szó, de a mi számunkra most nem ez a fontos. Mi nem beszélünk az összes cselekedetről, ami itt történik. Nem is akarjuk megérinteni, csak összezavar bennünket. A mi számunkra a legfontosabb anyag a nehideg gálgáltá. Erre irányít a kérdésed? Igen. De az összes zivug, ami felemelkedik az enyszófhoz, az kizárólag a pehde gálgálta, tehát a szája a gálgáltának, és az enyszóf fénye között történik meg, tehát a gálgálta pehénél lévő maszákon szűrő. És ezért mondjuk, hogy ez az a helyen, az összes zivug megtörténik. A legkisebb zivugok, amelyek a világ végén történnek, lehet mondani, ezek is a pehde gálgáltánál történnek. Természetesen, ha ott ez megtörténik, akkor az egész gálgáltá az magára vonza a fény, az összes áb, az összes szág, és ezért, hogyha mi arról beszélünk, hogy az alsónak a cselekedeteiről, akkor az összes párcuf alulról felfele minden egyedi párcuf a saját zivugját hajtja végre majd azzal a fénnyel, ami a gálgáltától leárad. Momó fog kérdezni, ez ugye a zenés rác. Ez egy nagyon jó magyarázat volt, hogy a nehudod, de miért ereszkedik le a gálgáltába. Én ezt most megértettem. Amikor először tanultuk, mondja a srác, én valóban nem értettem. Olvas tovább, Niv. Itt azt mondja, arról beszél, hogy amikor a fény ragyog, akkor nincs különbség a nekutat de szág és a nehidegálgáltak között. Mert ez a párcuf szempontjában van értelmezve, és ők egynek érzik magukat, mert forrimezésben vannak. És akkor együtt mennek, de majd mindjárt meg fogjuk látni, hogy hogyan.
72-es pont, Kamaratanulat című pont, könyvből, tehát a szakpárcú felemelkedésénél a belső ab emelkedik föl, ahogy ezt elmagyaráztuk, ez az ab de ak emelkedik föl, és nem tud a taburtól lefelé leterjedni, mivel a behunat dalet, a belső abba, ezt megakadályozza, és 10 férát emel a szium fölé, és abban a deletben semmi nincs, más, mint amit az ab és a szaktól kapott. Mégis, amikor a nekodot de szak de ak elkezd felemelkedni, miután a masak de szag, amely a Begna Dalet Aviuton van, elkezd megtisztulni, és az orr makifon egy bitus történik, és az orr és a belső fény között, és az Alef Aviuton, akkor a Tamim de Szag a nekudott szintjén felemelkedik egy újfajta vaskosság, és akkor a rost nélkül felemelkedik valami. Ez a második szintje az Aviutnak, és mindez azért van, mert tehát a rost nélkül azt mondja, az jelzi, hogy nincs hokma benne, mondja rá. Ez azért van így, mivel a 10 fira emelkedik a Bene Alef de Aviuton, mégpedig az Erampin szintjén, és ezben hiányzik a gár. És nincs ezen a szinten bína se, amely a Beina Bet, hitlapsút, beöltözés, ez csak ehhez közel áll, ezért beszélünk arról, hogy ez a vak de bína. Ezért ez a szintje a nekodott de szágnak, amely 10 fírát emel a szium fölött, a tabur de ak alatt, és ez úgy tekinthető, hogy vak rossz nélkül. És itt nincs, ugye a folyamatosban levő szintek között ugyanaz a fény ragyog, a tabur de ak alatt, és ezek az ok de akkal összekapcsolódnak, és ők egyé válnak, mivel ők azonos szinten vannak. Na, akkor kérdezzetek. Van kérdésetek? El tudnám magyarázni? Hogy a nehide, hogy a nehigágát az vakros nélkül, és a másik pedig vakros nélkül, tehát ezek össze vannak keveredve. El tudnám mondani, hogy mit jelent a vakros nélkül? A szágról azért mondjuk, hogy a vakros nélkül, azért, mert haszadin van benne, mert a gár az a hokmát tartja magába, a vak pedig a vaknak az edényei pedig a hosszadimot tudják magukba foglalni. És a szág önmagában az csak vaknak tekinthető, mert nincs benne csak haszadim. Összehasonlítva a megszerzési edényekkel, nyilván nem lehet összehasonlítani, mert ő nem használja a megszerzési edényeit. Ezért a Gimel Dalet Resimon, nyilvánvalóan itt nem tudunk az ábról beszélni, mert a tabur alá nem megy ez le. Ez azt jelenti, hogy az összes edényeit használja, ami a gágát után megmarad, a megszorítás után, ezért csak a taburi megy le a fény, nem tudja kitölteni a gágát, tehát hokma fényével, nem szabad neki, illetve a gágát önmagában nem érezheti a hokmának a fényét. Meg kell, hogy értsük, hogy itt egyetlen edényről van valójában szó, egyetlen szűrőnk van, és ez a szűrő megpróbál ezt az edényt különböző módon kitölteni, vagy segíteni a kitöltésben. Ha tud egy kicsit többet hozzáadni, akkor is megpróbálom megtenni. De egy edény van, ez a Malchut de Ein Sof, és különben lehetetlen ezt megérteni, hogy mi történik. Ez a Malchut de Ein Sof, ez 1000 állapotot vesz föl a saját szűrőjén keresztül, és ő minden egyes részletében megpróbálja úgy alakítani, hogy megtegyen bármit, amit csak tud, annak érdekében, hogy adakozóvá váljék. Ezért abban a pillanatban, amikor a masak de szág, vagy a szűrő feltűnik a szágban, az a bet, vagy kettes beöltözés, hitlapsút, szintjét jelenti, akkor a kérdés fölmerül, hogy melyik edény tud jobban kapcsolódni hozzá, és ezek az edények, amelyek ilyen módon a legjobban tudnak kapcsolódni ahhoz, amit, mivel ő adakozva vált, ez a nehidegágálta. És ugyanez az irányultság megmarad, mert a nehidegágálta nem tud megkapni egyébként, még a
ugyanakkor viszont mégiscsak adakozóvá tud válni, mert ez az irányultság megjelent benne. Akkor feltetjük a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy ők összekapcsolnak. Mit jelent az, hogy ezek összekapcsolnak, az egyik adakozó, a másik megszervezedény? Mi van itt, amit még hozzáadódik ahhoz, hogy ez a kettő össze tudjon kapcsolódni? Mi jön még a bínából? Itt egy hozzáadás jön a bínából, mert a bína az, amelyik egy extra szentséget ad a rendszerhez, mivel a bínának az edényeiben azáltal, hogy leválik a saját megszerzési vágyairól, ebből egy öröm van, egy szentség van ebből kifolyólag benne, neki nincs többre szüksége. Ez a hozzáadás, ami a nehideg ágát az majd elér, és akkor a nehideg ágát azt mondja, hogy azt érzi, hogy én szentséget kaptam, én a Behina Dalet vagyok, a megszerző Gimel Dalet resimóim vannak, ami 4-es, 3-as, akkor mit kezdjek ezzel a szentséggel? Akkor jelentek, mint a bína. Azonban csak a Káp Hagat edényében tud olyan lenni, ezelőtt az alatt nem. Tehát a felső ugye, a edényeiben. És akkor felosztódik a parcuf, megosztódik. Azaz, mi a kölcsönös bennük, a szág és a nehideg ágáta között, az fog kiemelkedni. Ez lesz a közös részük, ez a nehideg ágátának egy része lesz. Más szavakkal mondjam, a bínának a befolyása a Malchuton az nem a bínának a teljes szintjén történik, és nem a Malchutnak a teljes szintjén, hanem csak egy részén. Oké, de a Hidegágálta, akkor van egy összetapadása, egy vágya, egy irányultsága, ahogy ezt ön mondta, a megszerzési vágyon felül, a megszorított megszerzési vágyon felül, igen, tehát ő megtartja a megszorítást, és közben vágyik az összetapadásra is, és miután megjelenik ez az irányultság az összetapadásra, így van, oké, akkor jön a Bet-Bet, a Hasadim fénye, de ez mit kap ettől, mit ad ez neki, ez a szentséget adja át, mert a bínának nincs szüksége semmi többre. A Nekodot de Szág az a bína, oké, de ez a nehideg ágát a felé így már, amivel nem, a Nekodot de Szág az a bína pedig elkezdi kitölteni a Malchutot, hozzáadja amennyit csak lehetséges, és a saját edényein túlmenően is, nyilván ő nem tudja használni a nehideg ágát, tehát egy részével formegyezésbe tud kerülni, csak a Gimel Dalet resimóig tudja kitölteni. Oké, de akkor egy részét használja ennek. Mi az a hozzáadás, amit megtörténik? Mi az az irányultság, az összetapadása? A szentség, mondja Rab. Mi az a szentség? A megelégedettsége Hasadim fénnyel. Nekünk nincs szükségem többre, én egyszerűen a kiárasztóra akarok kapcsolódni, és olyan akarok nem, mint ő. Ez a Hasadim fényének a belső tulajdonsága. Én nekem semmi másban nincs hiányom. Oké, na akkor ez a megkülönböztetés az, ami a nehidegágáltától megkap a Bet-Bet resimón révő zivuktól. Most azonban, majd még beszélünk erről, de most menjünk a lecke következő létére. Létszered előtte énekeljünk egy dalt együtt.